Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi impulzus a Bibliából. Röviden megismételném magamat, hogy jutottam ehhez a forráshoz. Amikor az anyukám meghalt, akkor nagyon szomorú voltam, fogtam a Bibliát, meg a nyakláncomat, és kerestem a kapcsolatot az égiekkel. Kinyitottam a Bibliát, és észrevettem azt, hogy a nyakláncom bizonyos szavaknál, mondatoknál más irányba fordul ki, úgy működik, mint egy inga, és én ezt összeolvastam, egy időben jöttek gondolatok kívülről, és ez volt a tartalom, ez a forrás, és ezt a forrást nyújtom át számotokra. És megnézzük, hogy mi a napi impulzus. Én még mindig a nyakláncommal dolgozom, inga helyett. Megvan az életerőd, és be tudod bizonyítani magadat. Érezd azt, hogy szabad vagy. Megvan a szabad akaratod. Az élet utad egyenes. Menj ezen az úton. Ha elesel, akkor felkelsz, és mész tovább ezen az úton. Emeld fel a fejedet. Te vagy a király, vagy a királynő. Ha segítesz másoknak, az többszörösen visszakapod. De te vagy a király, vagy a királynő. De azért értékelj másokat is. Ha ők ezt megérdemelték. És ez volt a napi üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!